Sok szeretettel köszöntöm minden kedves tévénézőt. A stúdióban a vendégünk Lengyel Gábor és Cipfel Tibor, a Kazincbarcikai Street Workout csapat tagjai. Köszöntelek benneteket a stúdióban. Kezdjük egy rövid bemutatkozással, mit lehet tudni rólatok? Én Lengyel Gábor vagyok, 28 éves, igazából én 2 éve kezdtem el a saját testsúlyos edzést. Régen voltak ezek a nem elhúzabványos játszóterek, én ott kezdtem el fekvőtámaszokat, tolózkodásokat, hasonló gyakorlatokat gyakorolni, és akkor utána már, hogy ilyen kondiparkok is, játszóterek is épültek, akkor oda mentem át edzeni. Tehát, de az életem nagy részét sporttal töltöttem, de ez az, ami igazából érdekel. Hasonlóan a Gáborhoz, nevem Cipfel Tibor, én is a Street Workout Kazincbarcika csapatnak úgymond alapító tagja vagyok. Tavaly májusban jöttünk mi létre, a közös edzések alkalmával. Mindenkinek van egy sportmúltja, ilyen erős sport inkább. Sportágról tudni kell, hogy ez egy Street Workout elnevezés, ez egy szabad testsúlyos edzésforma, amit az utcán elvégzett gyakorlatok azokból indultak ki. Ez az Egyesült Államokból ered, amit az afroamerikai lakosság körében így, amíg nem volt lehetőség konditerembe járni, az utcán elkezdtek edzeni. Ez fejlődött, nagyon-nagyon fejlődött ez a dolog, már most rendszeresített kondiparkok vannak, ahol a különböző gyakorlatokat el lehet végezni. Ez Magyarországra is kb. 3 éve jött be ez az edzésforma. Ezen a részen, így ez az észak-észak-keleti részen nem nagyon elterjedt még, nagyra a felvevő közönség, de még nem annyira ismerik ezt a dolgot. Mi is azért kezdtük el tavaly ezt az egészet így együtt csinálni, mert megcsinálták itt a kondiparkot Kazincbarcikán, ahol lehetőségünk volt szabadtéri edzésekre. Hány tagból áll össze a ti csapatotok, illetve kitből? Hát igazából egy ilyen 6-7 fő a kemény ma, de jóval többen járnak ki, tehát 30 fő is ki szokott járni edzeni, de fellépni ilyen 6-7 fő. Igazából neveket is sorolnék akkor. Stefán Gergő, Polyák Márk Máté, Cifel Dávid, ő ugye jó magam, és Tibi. Hogyan zajlik nálatok egy edzés? Hát azért azt el kell tudni, hogy tudni kell rólunk, hogy mi majdnem minden nap edzünk. 3 és 5 óra között megtalálhatóak vagyunk kint a kondiparkban, erősítésekkel zajlik általában az edzés, úgy kezdődik, utána mivel mi a freestyle részét műveljük ennek a sportágnak, különböző gyakorlatok, különböző trükkök, mutatványok, ezeket gyakoroljuk végeláthatatlan szériákba egész nap. Milyen célra hoztátok létre a csapatot? A fiatalokra szerettük volna a hangsúlyt fektetni, tehát a bűnmegelőzés és a drog témakörében, hogy egy kicsit ezt így visszaszorítsuk. És akkor láttuk, hogy az ilyen 10-12 éves korosztály, sőt még a fiatalabbak is, akik ugye azon a részen, ahol mi edzettünk, azért elég rossz körülmények között élnek, és ők biztattak, hogy foglalkozunk velük is. És akkor így egyre többen ott hozzánk csapódtak, így kialakult a cél, hogy milyen irányba szeretnénk menni. És a versenyeken szeretnénk részt venni, meg ugyebár mindenkinek ott van a fejében az, hogy világbajnokságokat rendeznek, és akkor egyszer szeretnénk mi is oda eljutni. Eddig milyen eredményeket értetek el? Most február 9-én rendeztek egy magyar válogató bajnokságot, ahol az egyik csapattársunk második helyezést ért el, és beválogatták a magyar válogatott csapatba, aki az Ukrajna Street Workout Festen képviseli Magyarországot. Ennek kapcsán egy drogprevenciós programsorozatnak vagytok a résztvevői. Erről mit lehet tudni, miért vágtatok bele? Megelőség úgy indult, hogy az Edelényi rendőr főkapitányságnak van egy nagyon kiemelkedő drogprevenciós szakember, ő a Szabó Péter rendőr főtörzsmester. Láttuk, hogy mi valós megoldást tudunk bizonyos emberek számára nyújtani. Tehát hozzánk drogfüggők is lejártak edzeni, olyan emberek, akik bevallották magukról, hogy drogfüggők, viszont ez a sport valamilyen szinten nyitott volt nekik egy új alternatívára. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által kiírt pályázaton az Edelényi Városi Önkormányzat jól szerepelt, és egy elég nagy összeget sikerült
pályázaton nyerni, és az önkormányzat felkérte az elején rendőrkapitányságot, hogy különböző bűnmegelőzési programokat állítson össze, amit természetesen mi megtettünk. Ebben különböző élménypedagógiai foglalkozások kapták a főszerepet, ilyen például, hogy 60 gyerkőcöt tudtunk elvinni Kazincbarcika fedett uszodába búvárkodni, illetve szintén 60 fő részére élménypedagógiai elemeket tartalmazó prevenciós jellegű tábort tartottunk Varbon, illetve előadások kapcsolódnak ehhez, illetve a tábornak egy különlegessége, hogy a 60 főből 15 főt, aki a legkreatívabb volt a tábor során, ők élményrepülésben fognak részesülni. Mi a programnak a célja? A program része, legfőbb része az az, hogy kimozdítsuk a fiatalokat az online élettérből, és próbáljunk nekik élményeket adni. Mit lehet tudni az edelényi rendőrkapitányság, illetve a kazincbarcikai street workoutosok közös együttműködéséről? Korábban felfigyeltünk a street workoutosokra, akik Kazincbarcikán tevékenykednek, és pozitívnak tartjuk azt, hogy a gyerekekkel foglalkoznak, illetve bevezetik őket egy újfajta sportág világába. És ezt szerettük volna az edelényi diákoknak is megmutatni, és természetesen a pályázat keretében lesznek ilyen eszközök telepítve az edelényi sportpályára is, ahol az edelényi diákok aktívan végezhetik ezt a fajta sporttevékenységet. Hogyan vélekedik erről a tevékenységről? Igazából a bűnmegelőzés során minden olyan kezdeményezést próbálunk támogatni, ami kimozdítja a gyerekeket az online élettérbe, ahogy korábban is mondtam, és ami képes élményt adni, főleg sportokra gondolok, ezeket mi természetesen támogatjuk. Fontos számotokra az, hogy népszerűsítsétek magát a sportot, illetve magatokat. Most úgy érezzük, hogy fel kell emelnünk a szavunkat az ellen, ami itt folyik, mert egyre motiválatlanabbak a fiatalok, egyre többet ülnek a számítógép előtt, egyre többet ülnek otthon, egyre rosszabb a befolyás a különböző rossz társaságokban. Mi is átéltük ezeket, és szeretnénk nekik olyan fajta alternatívát nyújtani ezáltal a sporttal, hogy ezekből a dolgokból ők kikerüljenek. Nekünk végül is ez lenne itt a célunk, ehhez kerestük meg a Zebrényi Önkormányzatot és a Pétert, és elég jól tudunk így együtt dolgozni. Hogyha valaki felfigyel a ti tevékenységetekre, akkor nyugodtan csatlakozhat a csapathoz? Milyen feltételei vannak ennek? Természetesen nekünk működik egy Facebook oldalunk, Kazincbarcika Street Workout, ott mindig megosztjuk a különböző dolgainkat, és mindig felhívást teszünk közé azoknak a sportolni vágyó fiataloknak, fiúknak, lányoknak egyaránt, akik teljesen korosztálytól függetlenül, akik szeretnénk, hogy esetleg ezt a sportágat megismerjék és kiálljanak hozzánk. Ehhez kívánok nektek sok sikert, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük szépen!